Sziasztok! Ez itt a TTQ Workshop, és én Daszkó vagyok. A mai napon a webpalacról fogunk egy kicsit beszélgetni, és meg is mutatom, hogy kell elkészíteni. Nos, hát mi is ez a webpalett? A webpalett, mint ahogy ezt az angol neve is mutatja, vizes festékpaletta. Ez arra szolgál, hogy folyamatosan nedvesen tartja a festékeiteket, míg használjátok, ha kikevertek egy színt két különböző festékből, és elrakjátok egy 20-25-30 percre, akkor nem kell azon aggódnotok, hogy amikor újra elő akarjátok venni, akkor beszárad, és nem tudjátok újra felhasználni. Tehát nem kell újra kikeverni a festéket, hanem azzal a színnel, amivel eddig dolgoztatok, csak pihentetni kellett, azt újra elő tudjátok venni. Na most, mi az, ami kell hozzá? Gyakorlatilag kelleni fog egy bármilyen műanyag doboznak, tartónak a teteje, illetve lehet kapni különböző háztartási boltokban ilyen panírozásra alkalmas lapos műanyag tárolóedényeket. Bármi, ami nem engedi át a vizet, az alkalmas erre a célra gyakorlatilag. Ez itt most egy Ferrero Rocher doboznak a teteje, de nem ebbe fogom elkészíteni, ezt csak a példa kedvéért mutattam, mert nekem van egy régi másik bombonos dobozom. Azt itt látjátok is. Ez már látszik, hogy igen, a idő vasfoga eléggé kikezdte. Tele van festékkel, nyomokkal, meg mi egymással, de hát mindenekután az enyémbe már tönkre ment az előző szivacs, ezért ebbe fogom nektek megmutatni, hogy ezt hogy kell csinálni. Következő, ami kell hozzá, az egy általam csak Viledának hívott törlőkendő. Ez gyakorlatilag lehet több rétegű, egy rétegű, Tesco-s, nagyon márkás, bármi, amit otthon találtok, vagy meg tudtok vásárolni, színe teljesen tökéletesen mindegy. Ez most éppen itt kék. Kell hozzá sütőpapír. Sütőpapír az nagyon fontos, hogy kétfajta létezik. Az egyik sütőpapír az viaszos réteggel van bevonva, és nem engedi át olyan jól a vizet. Egy picit átengedi, de nem az igazi. Nektek a másik fajta fog kelleni, ami nincs ezzel a vízzáró réteggel bevonva, emiatt szépen átengedi a nedvességet alulról a szivacsból. Aztán persze kelleni fog egy olló, meg némi víz. Első lépés az, magunk elé helyezzük a tárolóedényünket, belemérjük, és méretre vágjuk a szivacsot. Ne felejtsétek el, a szivacsnak a térfogata nőni fog abban a pillanatban, ahogy vízhez ér, tehát lehet egy picivel kisebbre vágni. Ez így nagyjából meg is felel a célnak. Ugye nem kell mondanom azt, hogy minden egyes használat előtt ezt be kell vizezni, tehát ezt nem elég egyszer. Amikor használod, aznap a festés elején szépen beáztatod, jó bő vízzel, így ahogy látjátok, ki is lehet nyomni, egy pici felesleges vizet azt kiöntünk mellé, viszont az a lényeg, hogy ez ne csak ennyire legyen nedves, hanem szépen ez az álljon a vízben, jól itassátok át, szívja föl minden rétege. Amikor már jól felszívta, és még mindig lötyög benne egy kicsi, azt a kis keveset mellé lehet önteni. Égyni, látjátok. Tele van vízzel, de nincs, tehát nem áll a vízben, de tele van vízzel. Következő lépés az, hogy méretre vágjuk hozzá a sütőpapírt. Én ezt már kicsit előre dolgoztam, hogy gyorsabbak legyünk. Így szépen rá lehet fektetni, és kész is a webpalett. Erre tudjátok kinyomni a festéket, keverni rajta, tárolni rajta, kiszedni róla festéket. Abszolút alkalmas mindenre. Én nagyon melegen ajánlom, mert nem szoktunk nagyon tubusból meg tégelyből festeni, mert úgyis hígítani kell az összes festéket. Na most itt egy alaphígítást már meg is kaptok. Nekem olyan ismerősöm, aki blisterben csinálja a webpalettet, és amikor végzett, ugye kicsi-pici blisterről beszélünk, akkor becsukja, félrerakja, és az még másnap is működik. Egy ilyen nyitott webpalettnél azért másnapra a festék már igencsak használhatatlanná válik, mert ugye párolog a nedvesség a szivacsból is alulról. Köszönöm, hogy velem voltatok és megnéztétek a videómat, lájkoljátok a Facebook oldalamat, nézzétek és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és meg is oszthatjátok ezeket a videókat, ha tetszett. Köszönöm szépen, sziasztok!